Ágyin Piotra, vagy ilyesmi menü lehet csak. Igen, ez érdekes. Ugye, a meg is kivonult, ugye, ők is úgy döntöttek. Igen. Van, aki ment, van, aki maradt. Na, mindjárt megkérdezzük, mi a helyzet Moszkvában. Novák András itt van. Merünk, hello András, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Nem nevettem, hogyha mondtatok a kajáról, vicces egy kicsit. Végigkóstoltam az egészet, végigkóstoltam a menüt. Hát nem minden, de azért megkóstoltam őket. Láttam az Instádon, a falatozást végignéztem. Hát nem ettem meg, megkóstoltam, maradjunk annyi, hogy nem ettem. Na, nem fanyalgunk, ha nincs az a baj. Jó kis orosz hamburger, nincs az a baj. Miért mentél Moszkvába? Pont ezért, amit mi is felsoroltunk, hogy egy kicsit megnézz, hogy mi a helyzet most ott. Annyit pontosítok, hogy már átrepültünk Moszkvából, Szocsiba. Igen, ezt mondtam, hogy már Szocsiba vagytok, igen. Igen, hát Atom Expo, tehát az alapkoncepció az, hogy a világ nagy atomerőműveit működtető cégek, illetve a Rosszatom, ez minden évben megtartják, egy ilyen hatalmas nagy fórumot rendeznek, és ugye Magyarország is érintett, ugye a Paks 1 miatt, meg majd a leendő Paks 2 miatt, és akkor eljöttem tudósítani erről, de nekem kérésem volt, hogy mindenképpen nézzük meg, hogy mi van Moszkvában, tehát hogy egyáltalán hogyan élnek az emberek, hogyan vélekednek a háborúról. Én azt gondolom, hogy riporterként szerintem ez egy hihetetlen érdekes dolog, nézzünk bele. Na, mit tapasztaltál? Hát, milyen a moszkvai élet? Hát, annyiféle sztori van, és mondjátok, hogy mi érdekel, mit beszélnek a háborúról, az egy nagyon érdekes történet, hogy milyen az áruhiány, van-e áruhiány, hogyan érinti őket a szankciók, milyen árak vannak, van-e fűtés, van-e gáz, van-e benzin, mondjátok, melyik érdekel a legjobban. Pont ez, mikor azt mondjuk, hogy nézzük, mondjuk, akkor kezdjük az elején, tehát például áruhiány, mik vonultak ki, mik maradtak, látsz-e még nemzetközi brendeket, mi van helyettük, igen. Óriási meglepetés volt, mert amikor otthon néztem a videókat, hogy milyen lehet egy moszkvai nagyáruház, meg egy mol, akkor az ember azt gondolná, hogy sétálgat, és akkor a gagyi oroszok maradnak, de nem így van. Tehát, hogy tényleg valóban kivonultak a nagy brendek, de nem mindegyik. Szóval nagyon, nagyon megosztott a piac, és utána néztünk, el lehet mondani. Mondom, hogy ki az, aki látványosan kivonult. Kiment a Zara, a Hermes, a Chanel, meg a Dior. Viszont maradt az Armani, az Adidas, a Gucci, a Lacoste, a Puma, meg az a Reebok. Tehát teljesen 50-50, akik maradtak, azok jól jártak. Állítólag a gazdaság itt, az orosz vezetés meg is üzente azoknak, hogy akik kimennek, nem is nagyon jöhetnek vissza. Tehát, hogy volt egy ilyen, és azért ez egy óriási piac, Moszkva 17 millió ember, 3 milliós agglomeráció, ugye maga Oroszország 150 milliós piac. Tehát aki egyszer úgy dönt, hogy itt bezár, azért az nem semmi piacot és nem semmi bevételt vesz itt. A McDonald's kiment, a Burger King maradt, a Pizza Hut maradt, a KFC-t vagy KFC, az pedig szintén maradt, tele van KFC-vel egész Oroszország, te sem mindegy, Moszkvában nézed vagy. Tehát ők pedig maradtak, és ők köszönik szépen, ők jól vannak, mert ezzel meg majdnem megduplázódott a bevételük. De hát ugye most ugye újra nyitották, ahogy mondtátok, ez a Finom és Pont végig. De ez a Finom és Pont, ez egy McDonald's-on alapuló, azt a színvilágot használó, kicsit arra hajazó, oroszosított McDonald's tulajdonképpen? A trükk az nagyon egyszerű, ugyanaz az épület, ugyanaz a dizájn. Tehát minthogyha bemennél egy Mekibe Európában vagy Budapesten, csak a logó ugye nem az, tehát maga az aranybolt ívet azt pattintani kellett, ugye az jogvédett, de azon kívül a gépek, amivel előállítanak mindent, az ugyanaz. Na most a termékek, a beszállítók egy része elment, egy része maradt. Ezért is lehet az, amikor én is megkóstoltam, hogy például a csokifagyi ugyanolyan, a kóla ugyanolyan, a sültkrumplinak meg köze nincs hozzá. A sültkrumpli olyan, mint amikor bemész a nagyáruházba, és tudod, megveszed ezt az acskós gyorsfagyasztót, és akkor azt belevágták. Tehát nem olyan, mint a íze. Aztán akkor a húspogácsának más volt az íze, a zsömle az laposabb volt és édesebb volt, szóval. De igyekeznek arra hajazni, akkor megtartották. Meg megnéztük a kínálatban, hogy ezeket az emblematikusokat is, mint például a forró almás táska, azt is oroszosították. Van ilyen, hogy pirozsok, azt mondja, prianoje jabloko, vagyis fűszeres almás pogácsa. De honnan van ilyen passzív orosz tudásos? Segítek. Betűkkel, komolyan googli fordító. Az olvasás része az nem, mert... passzív orosz tudás? Nézzek, egyrészt olvassa, kettő tudja, fordítja. Hát kérem szépen, milyen kincsek pirozsok vannak? Pirozsok. Gyerekek, pirozsok. Vannak-e turisták? Erről is beszélgettünk. Ugye nem feltétlenül azért, mert hogy háborús helyzet van, és valaki fél, hogy lőni fognak, nem erre gondolok. Csak hogy ugye mondjuk Oroszország megítélésed, mennyire érezheti a turistákban? Találkoztál-e velük? Megdöbbentő, hogy mennyire nincsenek, de már
amióta a mostani háború kitört, tehát február óta nullára, tehát nullára. Nyugat-Európából senki nem jön, ugye nincsenek is repülőjáratok. Jönnek a volt akkor társaságokból, tehát Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Kínából jönnek, de az pár százalék. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy megdöbbentő, ugye Moszkvában a Vörös tér, ugye az emblematikus nagy turista központ, majdnem, hogy üres. Diákok jönnek vidékről megnézni a Vörös teret, turista semmi, tehát a szállodákban. Azt mondta a taxisofőr, két hónapja nem látott külföldi. Mi voltunk az első külföldi, akivel találkozott a szállodában, mi vagyunk egyedül külföldiek. Tehát hihetetlen, hogy mennyire eltűntek a nyugat-európaiak, és hát mondom, a keletről jönnek, de Európából nem. Az oroszoknak is egy kicsit átalakult, mert most ugye nem jöhetnek Európába. Az eddigi úgynevezett könnyített vízum, schengeni vízum, nekik most nem jár. Hát azt mondták, köszönik szépen, akkor viszik a pénzüket, mennek Törökországba, Izraelbe, Seychelles-szigetekre, Maldívra, Sri Lankára, Fülöp-szigetekre. Felics hát, ment igen, mindenhol a hotelára, igen, abszolút durva, mindent elleptek az oroszok, nagyon durva. Hogy mondjam, hogy azt mondták, hogy ha nem költik el Európába pénzüket, hát akkor a szankciók miatt, akkor elköltik máshol a szigeteken például. Tehát megoldották, tehát aki eddig el tudott menni nyaralni, az most is el tud menni nyaralni. Igen. Az árukészleten érezni valamit, amikor bemész mondjuk egy moszkvai élelmiszerboltba? Vannak brendek, világmárkák, francia, mint a belga csokik, nem tudom látni, vagy azért ezek érezhetően megcsapantak, vagy eltűntek a polcokról? Komolyan mondom, mosolyogok, minden van. Tehát a francia, a belga csoki, a német csoki, a svájci csoki, a lila csoki, minden van. Tömegével, de tényleg. Ugye nagyon nagy hírrel bejelentette a Coca-Cola meg a Pepsi, hogy kimennek. Az is van. Sokkal drágább. Tehát az oroszok megcsinálták a saját brandjüket, van a orosz kóla, orosz Fanta, orosz Sprite, aminek van saját neve, de mellette ott van a Coca-Cola, ott van a Red Bull, ott van a Pepsi Max, tehát minden kapható, annyi a különbség, hogy akkor nem az itteni gyárban készíti, hanem tulajdonképpen importálják például Törökországba, ezért mondjuk, hogyha a sima kólát, az orosz kólát veszed, akkor az 400-500 forint, ha pedig neked a márkás kell, azért meg 7-800 forintot kell kifizetni. Tehát, hogy érezhetően sokkal drágább, de van. Tehát, ami azt gondolnánk, hogy nincs, mert hogy virreldúrral kijöttek, hát ez szó sincs, tényleg meglepő, hogy mindent lehet venni. Hát, még egy extrém példa, itt nincsen benzinhiány, itt nincsen gázhiány, mindenki kocsi, nem használnak elektromos kocsit, mert azt mondták, hogy olcsó a benzin, 300 forint egy liter benzin, annyira vicces, de én nem hiszed el, hogy egyáltalán nem jelent nekik problémát megtankolni egy 3-4-5 ezer többcentis autót, gáz mindenhol van, mindent fűtenek, tehát még 24-25 fok van mindenhol, Moszkvában is, hát ugye ott volt a mínusz 4 fokot, majd megfagytunk, és közben meg mindent tudnak fűteni, tehát hogy nekik ilyen hiányuk nincsen. Szórakozás? A szórakozás van, tehát helyek nyitva vannak, éttermek, diszkók, bárok, lehet menni? Foglalni kell napokra előre, tele vannak az éttermek, a bárok, tehát mi is el akartunk menni. Hát egyébként nagyon kedvesek voltak, és mondták, hogy jaj, külföldre jöttek valakit, és akkor néhány, komolyan mondom, felállítottak néhány helyit, hogy de jó, jöttek külföldiek, de tele vannak. Tehát a fiatalok mennek szórakozni, mindenféle alkohol van, mindenféle sör van, lehet kapni az amerikai márkákat, cseh sör, ami ugye nagyon népszerű itt is, de van egy csomó saját brandjük. Tehát megmondom őszintén, hogy ugye Moszkva egy hihetetlen nagy világváros, rettentő sok milliómos, rettentő sok milliárdos van, tehát az teljesen természetes, hogy hihetetlen nyugati kocsik. Tehát a mai napig lehet látni, hogy Bugattik meg Ferrarik meg ezek a Bentleyk tömegével Moszkvában. Tehát, hogy még egyszer mondom, itt nem lehet érezni. Azt mondták, hogy igen, vannak szankciók, ezért az új autóra egy vagy két évet várni kell. Talán ez volt a legdemonstratívabb. Nagyon el vannak keseredve, hogy G63 Brabusra várni kell egy két évet legalább, basszus, kurohat életben. Igen, borzasztó nehéz, addig meg elköcsögnek egy G500-al, igen. Figyelj, mi a helyzet a social médiával? Engedik, korlátozzák, olvasni a háborúról, propaganda megy, hozzáférsz, olvashatod. Mindent megállítottak, és nincs internet, mi a helyzet? Tehát amellett, hogy nagyon jól élnek, tehát az látható, hogy árubőség van, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból semmiben nem szenvednek hiányt, a
politikai korlátozás azért nagyon kemény. Tehát az, hogy a Facebook és az Insta nem működik, az teljesen természetes. Tehát hihetetlen, hogy le van korlátozva, ugyanúgy, mint Kínában. Tehát én le kell tölteni egy különleges applikációt, tudjátok, van egy ilyen fedő applikáció, például VPN, ez egy tipikus olyan dolog. A külföldiek azt használják, hogyha ide jönnek. Nem még az oroszok is, de kockáztatnak vele. Tehát ugye az Insta meg a Facebook az nagy tömegek mozgósítására. Tehát az itteni elhárítás úgy gondolja, hogy az állam ellenes tevékenységre buzdíthat, ezért ezt teljesen korlátozzák, trükközni kell, hogy be tudjak lépni a saját Facebookon, saját otthon, mennyire el vagyunk kényelmesed, rányomsz, és már meg is nyitja, itt nem, tehát itt le kell tölteni, itt el kell indítani, itt meg kell várni, amíg föláll a rendszer, és akkor nagy nehezen bele tudsz menni a saját social médiádba, nagyon kemény. A TikTokon, emlékszel, ha otthon kinyitod a TikTokot, csak olyan videókat lát, nem, másképp mondom, mindenhonnan látsz a világból videókat, Afrikából, Amerikából, Dél-Amerikából, innen, itt csak is orosz videók vannak a TikTokon. Csak is, és csak is. Mondjuk azt, hogy vicces és pozitív, de semmi, ami a világban történik, semmiet, mit nem lehet látni, magáról, Ukrajnáról nem beszél senki, tehát ez még egy érdekes téma, hogy mit gondolnak a háborúról. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy bele tudtál úgy szimatolni, hogy a hétköznapi ember, ha megállítod az utcán, ha beleolvasol, ha megkérdezed, akkor mit kommunikálnak nekik a háborúról, vagy mit tudnak a jelenlegi állapotokról, vagy mi az általános kommunikáció, amit az oroszok felé tolnak a háborúval kapcsolatban? Igen, ez három különböző kérdés. Mindenki tud mindent, tehát azért van internet, és lehet nézni ukrán tévét például, lehet nézni a BBC-t, a CNN-t, Deutsche Welle-t. Tehát, hogy megmondom őszintén, hogy látják, megnyithatók a hírportálok, megmondom őszintén, kipróbáltam, az atv.hu megnyitható-e, szerencsére igen. Tehát híreket tudnak, az egy másik dolog, hogy beszélnek el róla, a rövid válasz az, hogy nem, a hosszabb válasz az, hogy félnek. Tehát megvannak félemlítetek. Nincs az a szó oroszul, itt nem létezik, hogy háború, már hogy van ez a háború, de nem mondhatják annak. Tehát itt nem háború zajlik, kettő narratívát mondhatnak, speciális katonai műveletek, vagy különleges katonai hadművelet. És csak ez a special operation zajlik éppen az Ukrajnában, ahol Zelenszkit el kell tüntetni. Nagyjából ennyi, és senki nem mondja el a véleményét, otthon a négy fal között beszélhet róla. Lehet menni tüntetni, oda mennek a rendőrök, elvennek, ha pekes vagy két hétre csuknak be, ha meg szerencséd van, akkor csak két órára. De nagyjából ez a dolog, tehát nagyon befeszülnek, nagyon nem mernek erről beszélni, megvan a központi irányzat, ez egy speciális művelet, ott rendet tesznek, és kész, ennyi. Tehát nagyon, nagyon furcsa. A híradásokban csak egy-két orosz sikerről lehet, tehát nem úgy, mint otthon kinyitjuk, és tömegében látunk innen, onnan mindenféle felvételeket, az építől, a rajtesztől, különböző privát felvételeket, vagy nagyon sok ugye katona feltesz a TikTokra a videókat, a YouTube tele van ilyenekkel, na hát itt ilyet semmit nem lehet látni, tehát ez nincs. Azért ez nagyon érdekes. Ugye nyilván Moszkva azért, tehát az mindig is a gazdagabb részhez tartozott, tehát azért azt is érdemes lenne megnézni, hogy mi van Moszkván túl, ahhoz már ugye azt hiszem talán külön vízum kell, tehát nem mehetsz csak úgy Oroszországba, te össze-vissza mindenhova. Nem repedkedsz, ha kapsz vízumot, akkor bemész Moszkvába, meg Moszkva, mit tudom, 100 kilométeres körzetébe. De ha el akarod hagyni, akkor ugyanolyan ellenőrző pontok vannak. Mint egy másik országban mennél, tehát nem tudsz össze-vissza azért, mert te Oroszországon belül vagy repkedni, de azért megnézni, hogy mondjuk mi van Moszkvától egy kicsit messzebb, vagy mi van vidéken, ugye azért ez is egy érdekes dolog. És akkor most Szocsiban mit csináltok pontosan? Hát több dolog van, ugye itt van ez a nukleáris expo, ahol készítettünk interjúkat, és megnéztük, hogy egyáltalán hogyan, mikor épülhet fel Paks 2, tehát ez hírtudósítóként ugye azért ez mindenképpen érdekes. A másik, elvittek minket egy nukleáris fűtőelemgyárban, ahol az úgynevezett uránpasztellákat, ezeket az uránkapszulákat gyártják, de annyira rajtunk van a helyi elhárítás és biztonsági szervek, hogy a végén elvették a felvételeinket. Már azért röhögök, mert könyörgünk két napja, hogy adják vissza, és nem, képzeljétek, elvették az SD kártyát, letörölték, és minden egyes nittet ők válogatnak ki, és tulajdonképpen, amit 4 nappal vagy 5 nappal ezelőtt forgattunk, még a mai napig nem kaptuk meg, mert az helyi elhárítás minden egyes nitt, minden egyes milliméterét megnézi. Tehát azért, ez a jófajta orosz paranoia, azért ez bennük van. Ez egy generációs örökség. És közben 8-an nézték, hogy mit forgatunk, és ennek ellenére elvették a felvételeket, és én is arra várok, hogy majd valamikor megkapjuk, és majd valamikor tudok belőle filmet vágni, de szerencsére be tudtunk jelentkezni élőben, tehát azért mondjuk annyira nincs korlátozó, tehát így, hogy van internet, tudtunk élőzni tegnap is, meg tegnap előtt is, és szerintem akkor ez így tök jól működik a kommunikáció.
De azért nézd meg, itt van a másik fele a történetnek, hogy mennyire elős az állambiztonság, hogy ennyire be vannak feszülve, hát külföldiként, hát ne tudd meg, hogy mennyire itt a górcső kellős közepébe vagyunk, és figyelik minden egyes mozzanatunkat. Kérdezi valaki, az autógyártásról esetleg tudsz-e vele, itt lehet olvasni, hogy most baromi erősen gyártják a ladákat éppen, és azzal megy az orosz... Se légzsák, semmi, de hogy most éppen álltak nagyon durván, mert ugye, hogy majd ez lesz előbb-utóbb, hogy mindenki ezt fogja újra vásárolni, teljes melszélességgel brutális mennyiségben gyártják a ladákat éppen, most van egy telex cikk, akkor meddig vagytok kint? András, meddig maradtok? A holnap jövünk haza, illetve én nem is hazajövök, megyek tovább forgatni Izraelbe, tehát nem is, eleve így úgy megyek tovább, hogy Törökország és onnan Izrael, de az autó érdekes, nem látni ladát, tehát nincsenek ladák, tehát a csak nyugati autók vannak, és azt mondták, hogy oké, új autókra várni kell, de használt autó van bőven, ráadásul a keleti piac és a déli piacról mindent be lehet hozni. Tehát az az igazság, hogyha azt mondják, nem jön nyugatról, akkor még van nem tudom hány országgal szomszédos Oroszország, onnan meg nagyon szívesen. Tehát itt egy plusz 10-20%-ért mindent megvehetsz, autókat is megvehetsz, egyedül az új autókra kell várni, bár rám kacsintott, azt mondták, hogy ha kifizeted a dupla árat, akkor 24 akkor órán belül megtalálják. Hát ez klasszikus. Igen. Ja. Igen, nagyon érdekes. Andris, igen. Figyelj, emeletre nem megyünk, ablakhoz közel nem állunk. Ennyi, ez okay. Nagyon fontos. Jó, ez és nagyon most mondd el adásba, hogy nem akarok öngyilkos lenni. Ez nagyon fontos, és nincsenek öngyilkos hajlamaid. Jó? És ahogy Feri mondja, maradj távol az ablaktól. Vigyázz magadra, jó? Remélj, ezt a másfél napot megúszom. Nagyon érdekes volt, amit mondtál. Jó, egy kicsit így